Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Ez a triumvirátus, ez egy nagyon érdekes csapat, mert ugye egy, hát mondjuk úgy, hogy egy régi nagy név, Lőrinczi György van ott középen, aki több színháznak is az igazgatója volt már, aki több színházi csapatot vitt sikerre, és most egy teljesen új pozícióban vagy itt, akkor engedjétek meg, hölgyek, hogy először ő mondja el az igazgató úr az új pozícióját és az új kihívást. Köszönöm szépen. A Szentendrei Teátrumot vezetem május óta. Igazából nem teljesen újdonság, mert ugye sok szabadtéri produkciót csináltam korábban, művészeti menedzserként is, és az Operett Színház igazgatójaként, és Szentendre se ismeretlen a számomra, mert a 90-es évek elején egyébként tulajdonképpen a színházi produceri pályám ott indult, és ott volt, kaptam először önálló produkciók átfogó menedzselésére megbízást. Milyen érdekes, bocsáss meg, hogy ez a 90-es évek eleje, ez most már 30 éve. Igen, 21 néhány éves voltam, és igazából lehet, hogy most már nem olyan ciki elmondani, de például ugye a Szeviai Borbélyben dolgoztam Gregor Józseffel, illetve ami az életem színházi pályámra meghatározó élmény volt, Ruszti Józseffel csináltunk egy produkciót, a Pikó Herceg és Jutka Perzsit, és ott ismerkedtem meg Molnár Piroskával, aki pedig a néptáncmesteremmel, Foltin Jolival csinált egy nagyon szép gyerekelőadást, és tulajdonképpen mind a Piroska, mind a Ruszt, mind a Gregor, 24 éves voltam talán akkor, nagyon biztatott engem, hogy ez nekem való, ebbe előrébb kell menni. Sőt, a Ruszt egy esti beszélgetésnél azt is mondta, hogy milyen kár, hogy ő már nem fog rendezni, mire én színházigazgató leszek. És én megmondom őszintén, most ezt már így el lehet mesélni, mert beteljesül, de én akkor ezen egy kicsit nevettem, mert én magam nem láttam már benne. Mármint az, hogy te színházigazgató leszel, igen, hogy ez olyan érdekes, hogy az ember be így, vagy hogy... És ez érdekes, mert egyébként akkor már áruljuk el, mert ilyen kínos, hogy hosszan beszélek, és két ifjú, hogy itt ül a jobbonon, mert balomon, hogy Fabacsovics Lili író dramaturg, illetve Szokoly Jutka rendező, mind a kettőjükkel találkoztam a Színművészeti Egyetemben, bár csak egy kurzust, igen, egy színházmenedzsment kurzust vezettem, de hogy engem például nagyon foglalkoztatott az, mikor meg most is színházvezetőként korábban az Operettben és fiatalokkal találkozom, hogy milyen felelőssége van abban az embernek idősebb szakemberként, hogy valakit biztasson, vagy akár ne adj Isten eltanácsoljon, vagy hogy például én rengeteg ilyen impulzust kaptam, egyébként koreográfus akartam lenni, és például Novák Tata Kerec-Perec megmondta nekem, hogy szerinte belőlem nem lesz művész, és milyen jó, hogy erre terelt, és hogy milyen érdekes ez a viszony, hogy veszi valaki magának a bátorságot, vagy hogy jó elveszi, ha egy tapasztalattal lát valakibe valamit, akkor terelgesse a felé. De egy kicsit elkanyarodtunk, szóval a Szentendrei Teátrumot vezetem, és a hölgyek pedig írtak egy fantasztikus, izgalmas darabot, Csendet üdök címmel, amit Judit rendez, és együtt írtak, és ennek lesz majd az ős bemutatója augusztus elején a teátrumban, sok más remek produkció mellett. Az igazgató mindig ilyen kemény, hogy itt megbeszéltem, hogy itt puhulunk az elején, ide-oda dumálunk, és akkor rögtön rátért erre a darabra, hát akkor, hogyha rátért, akkor legyen meg az ő akarata, bár azt kihagytam, és azt elmondom itt így zárójelben, hogy én 91-et vagy 92-t említettél, hogy én azóta ismerem őt, úgyhogy akkor... Hát mi is Szentendrén ismerkedtünk meg, igen. Ebben a periódusban, igen. Igen, úgyhogy az, és egy kicsit rosszul is esett, hogy engem nem említett itt a nagyobb impulzusok között, de most már mindegy. Nekem ő nagyon érdekes volt egyébként, mert akármilyen probléma volt, ő azt mindig nagyon nyugodtan és nagyon átgondolva kezelte, úgyhogy az nem mindenkinek sikerül ebben a szakmában, mert itt azért nagy ordítozások is, meg egyebek vannak. Na akkor most, mint tanárról beszélj nekem, légy szíves, a Lőrinczi Györgyről, akit egyébként ne haragudjatok, de Lőrinczi Gyurinak szólítanak, de én majd most Györgynek, vagy szólíthatlak Gyurinak? Persze. És az a lényeg, hogy itt nagyon aranyosan ugye
beszélgettünk arról, hogy te a tanítványa voltál, és hogy nagyon kellemesen haladtál a dologban, és büszke rád. Én csak mondtam, hogy egy probléma van veled a neved, hogy annyira nehezen, mert ugye nekem be kell mutatnom, hogy, és ezt ő is segítette most az elején bemutatót, és most megpróbálom kimondani, tehát Fabacsovics Lili. Igen, így van. Köszönöm szépen. Ez az én szellemi képességeimnél ez egy nagyon jó teljesítmény. Szóval te hogy ismerted meg a tanár urat? Tehát milyennek úgy értem? Nekem egy nagyon pozitív élmény volt, de amúgy mind a kettőnket tanított a tanár úr az egyetemen. Én színházi dramaturg szakra jártam, ami inkább egy elméleti képzés, de annak is inkább a művészeti oldalára figyelés. Én mondjuk előtt a matematika tagozatra jártam gimnáziumba. Jézus Mária, ezt mondhattam volna előbb is, akkor de ugye nem kérdez... Azon kevesek közé tartozott, aki az áfát egy költségvetésbe ki tudta számolni. De... Igen, aki azzal fogadta, hogy végre számok, nem tudom, az 5 év alatt. De nem kérdezel tőlem semmit, ugye? Igyekszem. Jó, igen. De nekem egy nagyon pozitív élmény volt, hát ez a határozottság, ez szerintem tanárként is megvan, de ezt is szintén én nekem egy nagyon jó élmény volt, és egy nagyon izgalmas projekt volt ez a fél év, aminek a végén, ha jól emlékszem, az igazgatói irodába prezentáltuk, költségvetésestül, tervezetestül azt, amin ott fél évig dolgoztunk kis csoportokba, és ez is úgy gondolom, hogy egy nagyon hasznos volt gyakorlati szempontból is. Nem tudom, hogy a magyar táncdaloknak a szövegét mennyire ismeritek, de nekem a Gyuriról folyton a sziklaöklű Joe felesége jut eszembe. Most azért, mert az van, hogy halkan beszél, nem kiabál, de a sziklaöklű Joe azt csinálja, amit akarja. Ez félreértés, most akik ismernek, felsikítanak a tévékészülékek előtt, akik nézik, mert én sajnos én tudok, tehát én azért nem vagyok mindig ilyen nyugodt. Nagyon sokat változtam az elmúlt években, mert olyan kríziseken mentem keresztül, ami miatt a inger küszöböm kicsit felcsúszott, de azért ez nem gondolom magamról, hogy egy ilyen nagyon hidegvérű lennék, tehát én be is tudok pörögni. Na de az, hogy kulturáltan vitatkozol, azért... Igen, inkább annyira eldurvult a mai világ egyébként, hogy egy bizonyos stílus már meglepő tud lenni, ami szerintem elvárás lenne. Egy kicsit visszatérve a szakmára, amivel a Lili utalt, hogy igen, az volt az érdekes, hogy ugye én színházi menedzsmentet tanítottam, és akkor igazgató is voltam az Operett Színházban, illetve hát akkor is, és igazából az volt a kitaláció, hogy meg kellett írniuk egy pályázatot, vagy egy projektet, és azt kvázi nekem el kellett adniuk kompletten, hogy nekem az miért lesz érdekes megvédeni művészileg, egyben egy költségvetést és egy kommunikációs tervet is letenni, tehát igazából ennek a kicsit a mai világnak hogy kell az önmenedzselést, meg a produkciós menedzselést csinálni, ez volt a kurzusnak a lényege. Neked ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban mi a véleményed? Mert én ezt említettem neked, hogy meg fogom kérdezni, hogy mennyire tartod bonyolultnak ezeket a pályázatokat, mert én láttam egy-két ilyen szöveget, és hogy végül is van egy csomó olyan része, ami kiteszi ennek a 80%-át, és akkor még mindig maga a darab, hogy az mennyire értékes, és jó, az még mindig nem derül ki. Hát ez most egy érdekes dolog, mert beszéltünk itt a színházról, de ugye 4 évig vezettem a Nemzeti Kulturális Alapot alelnökként is, ami a legnagyobb pályáztatási cég. Most épp nagyon érdekes helyzetben vagyok, mert eszembe jutott, volt egy költségvetési felügyelőm, aki mikor egy anyagi trükköt el akartam neki mesélni, amivel muszáj volt élni, akkor azt mondta, hogy értem én Gyurikám, mert voltam én már nyúl is, meg vadász. Most egy kicsit így érzem magam, mert én is most vadászból nyúl lettem. Elég komplikáltak ezek a pályázatok, de azért meg lehet tanulni, de hát erről a hölgyek is tudnak beszélni. Ez ma egy velejárója a dolognak. Én azt gondolom, hogy tehát én arra próbáltam a rendezőket, dramaturgokat rávenni, hogy nem, nagyon ritkán van az, hogy az embernek adódjon egy olyan menedzser az életében művészként, aki minden ilyen terhet levesz a válláról. Ha meg leveszi a válláról, akkor is nagyon kiszolgáltatott leszel, mert nem látod át a dolgokat, esetleg úgy érzed, hogy át vagy vágva, vagy nem látod át a folyamatokat. Tehát, hogy akarják megérteni, hogy mitől működik egy pályázat, mitől eladható egy jegy, mitől működik egy költségvetés. Tehát nekem ez volt a célom. És egyébként én
a művész, a fiatalkori művész ambícióimból azért tudtam erre, amit én úgy hívok, hogy kreatív produceri posztra váltani, mert ebben is rengeteg kreativitást találtam. Tehát ez nem úgy van, hogy az ember nem, hogy ez akkor csak száraz dolog, hanem nyilván ez hozzátartozik, hogy amikor most a Jutkáéknak a csodálatos főpróbát megnéztem, akkor utána beszéltünk egy kicsit azért művészetről is, vagy hogy én hogy látom a darab alakulását, vagy az alakításokat, nem beleszólva persze, hanem inkább elmondva egy külső szemvéleményét, meg azt, hogy ezt hogy lehet aztán kommunikációba bevezetni, vagy hogy az én számomra rengeteg kreativitás is van. Na most mielőtt a darabról beszélnénk, akkor még egy mondatot mondja arról a bizonyos költségvetési filozófiáról, hogy kell-e trükközni, vagy nem kell trükközni szerinted? Mert most hát akkor vagy szerintem trükközni mindig kell, az a kérdés, hogy az ember trükközni és becsületesen trükközzön. Mm. Tehát az előfordulat, hogy ahhoz, hogy megfelelj egy pályázatnak, amiben egyik csoportból átcsoportosítani, most nem akarom a nézőket ebben untatni, de az álszentség is távol áll tőlem, tehát ha az ember nem azért trükközik, hogy mondjuk minél több pénz maradjon a produkcióra, vagy hogy amikor egy próbafolyamat közepén kiderül, hogy mondjuk a díszlet mégis olcsóbb, és azt át lehessen csoportosítani, hogy mondjuk egy többet dolgozó színész vagy kellékes többet kapjon, akkor azt meg kell a produkció érdekébe csinálni. Azért nem kell trükközni, hogy valaki több pénzt vihessen haza, de egyébként ahhoz, hogy minél magasabb színvonalon, és miközben az én szakmám a tervezés, a színház az valahol az improvizáció művészete, tehát én azt se szerettem, amikor nagyobb produkciókat is csináltam, hogy előfordulhat a főpróba héten, hogy kiderül, hogy valami, amire sok pénzt elköltöttünk, nem működik, és akkor csak azért nem szabad bennhagyni a színpadon, mert már benne van a költségvetésben, amikor látjuk, hogy csak tönkre fogja tenni, és ugyanaz fordítva is működhet, hogy lehet, hogy kiderül két nappal a bemutató előtt, hogy valami még baromira kéne, és az nagyon fontos lenne, és akkor muszáj, ha az ember felelős vezető, hogy legyen annyi tartaléka, hogy azt mondja, hogy oké, akkor gyerekek, ezt még csináljuk meg, mert ez kell a sikerhez. Tehát ennyi improvizálás, és ilyenkor, ha valaki csak gazdasági szakember, akkor nagyon sokszor el tudja rontani a dolgot, hogy ez a fajta rugalmasság, ami már azért szoktuk mondani, hogy azért próbálunk, mert kipróbálunk dolgokat, és a kipróbálás a díszletre, jelmezre és minden másra is vonatkozik. A Szokol Jutka, Szokol Judit, ugye biztos azt mondja, hogy ez nagyon rosszul van rendező, ez a mostani műsor, mert mi meg se szólaltál idáig. Az egyáltalán nem baj. Ez az alkotói kettős, ez ugye úgy áll össze, hogy Lili, aki dramaturg is, meg író is, és te pedig író és rendező vagy, és akkor ez kezdettől fogva már együtt működik ez a páros, ugye? Tehát az első soroktól kezdve ti már együtt írjátok ezt a darabot, aminek a címét még nem is említettük. Csendetűdök. Csendetűdök. Ez a címe. Tehát csendetűdök, ez azt jelenti, hogy ez több apró jelenet, tehát ez egy jelenetlánc, ami összefüggéstelen jelenetekből áll, vagy egymásra épülő? Hát valami ilyesmit jelent, de nem ezért ez a címe. Tehát, hogy alapvetően ez az egész dolog úgy indult, hogy szerettem volna, hát így a Covid alatt eszembe jutott, vagy mindegy. Tehát az lényeg, hogy szerettem volna nulláról egy darabot létrehozni, és hát pont azért, mert hogy ugye ezt egyrészt elkezdtük tanulni az egyetemen, de másrészt pályakezdőként nem tudod, vagy nem, én nem tudtam, hogy mi ez a folyamat. Tehát, hogyha én indítom teljesen a nulláról, olyan szinten, hogy gazdaságilag is, pénzszerzés, pályázatok, anyag megírni, nem tudom, tehát teljesen a nulláról, és ez volt így a célkitűzésem, ami így a Covid miatt indult el, mert hogy azt éreztem, hogy most van ennek helye és ideje. És akkor megkerestem a Lilit, hogy mi lenne, ha együtt írnánk egy darabot, és hoztam néhány téma ötletet, amik foglalkoztattak, és tulajdonképpen hát igazából ennek a darabnak a témája a magány lett, társadalmi elmagányosodás, ami biztosan szintén köszönhető a koronavírus járványnak, tehát ahogy így otthon ültem és gondolkodtam a témákon, ez volt az egyik. De nagyon érdekes szakmák képviselői jelennek meg a darabban.
öt szereplőnk van. És ezek egy házban laknak? Öt főszereplők, akik egy társas házban laknak. Ezt egyébként nem akartuk ennyire kimondani, de tulajdonképpen ez lett, hogy ők mindegy házban laknak, és az ő életükbe tekintünk bele, és az volt így a gondolat, hogy minthogyha mennénk az utcán, és amikor így az ablakokon betekintünk, és akkor ott látunk egy kis életet, valamit belőle elkapunk. Tulajdonképpen ezért lett Etűdök a neve, mert hogy ebbe az öt életbe látunk bele egy óra 40 percig, párhuzamosan egymástól függetlenül, de egyébként találkoznak is ezek a cselekményszálak, és igazából a magány köti össze ezt az öt embert. Tehát, hogy mind egyedül él a saját lakásában, persze nem kéne, hogy egyedül éljenek, de most ebben a darabban. Na most, amikor a Szentendrei Teátrumot említjük, akkor ugye több helyszín van, és ha jól tudom, akkor a ti műveteknek a helyszíne az a Malom lesz, ami egy ilyen több emeletes romos épület, és ha jól tudom, akkor ti ezt ki akarjátok használni, ezt a falat, tehát, hogy ide-oda-amoda teszitek ezeket a helyzeteket. Hát megpróbáljuk kihasználni, igen, de elsősorban azért nekünk is tehát a színpadon fog játszódni többnyire a darab, de ezen kívül hát szeretnénk igen bejátszani az épületet is, de ez főleg a vetítéseket fogja jelenteni. Egyébként ez nagyon érdekes, mert hogy idegen tollakkal ne ékeskedjen az ember, ez az egész ilyen nagyon sorszerű, mert igazából az elődöm, akivel nagyon jó viszonyt ápolok, Vasvári Csaba vette meg még úgymond a Jutka ötletét, tehát hazudnék, azt mondanám, hogy én választottam az előadást, valószínűleg engem is meg tudtak volna győzni, de ezt most már nem tudjuk visszapörgetni. Én nagyon örültem, mikor megláttam az átadás átvételként, hogy ez a terv van. És a Szentendrei Teátrumnak, lássuk be, mindig küldetése volt 69 óta, hogy frissen diplomázott, vagy még az egyetemen levő fiatalok szerepet kaptak ebbe a dologba. Tehát mi nagyon büszke vagyok arra, hogy mondjuk most hétvégén pénteken Rost Andrea fog a Hard Jazz Band-el koncertet adni, és szombaton pedig Mácsai Pali az Örkény estét Lukács Miklós színbalmossal, de igazából az izgalmas ebbe az, hogy hát ha a Juditot, meg a Lilit, meg a munkájukat egy kicsit ugyanúgy ebbe a fesztivál kapcsán ismertebbé, vagy nekik lehet az indulásba segíteni. És ezen kell dolgoznunk. Szóval visszatérve az eredeti témára, hogy én kvázi örököltem ezt a bemutatót, aminek nagyon örültem, és aztán most egy picit azt mondtad, hogy több helyszíne van a teátrumnak, idén nincs több helyszíne, tehát a Művészet Malomba építettünk fel egy olyan technikát és egy amfiteátrum-szerű nézőteret, hogy minden előadás ott van, de ott megpróbáljuk. Nincs, csak a Művészet Malom van. Én kerestem egy olyan helyszínt, ami emblematikus tud lenni. Tehát azt gondolom, hogy akármilyen szép a Városháza udvara, bárhol lehetne, nem igazából tud egy olyan díszletet szolgáltatni. Ugye a főteret, ami a nagy legendás helyszín volt, már nem tudjuk a turizmusért visszaállítani. Én a Művészet Malomba találtam meg, és az elmúlt hetek vissza is igazolják, hogy a nézők is nagyon szeretik, és hogy este a fények, meg az egész épület elkezd élni, ez egy nagyon izgalmas dolog. És igazából a Jutka mondott a sajtótájékoztatón egy nagyon szépet egy interjúban, hogy azt mondta, hogy ha sok pénzük lett volna egy díszletre, akkor valami ilyet építetett volna a mögé, mint ami tehát mint az életben minden, ez egy ilyen sorszerű találkozás, meg a darab, meg és akkor így kialakul, reméljük, valami jó. De azt jól látom, hogy azért a Malom, mint olyan, az egy picit ilyen kopottasnak tűnik, ilyen kicsit romosnak tűnik. Én imádom ezt benne, ezáltal fél benne sok minden, meg a kortárs művészet, a régi zenétől a Kékszakálló Hercegvára. Ez egy épület, aminek látszik, hogy van élete. Tehát, és egy ilyen élő, organikus, jól megvilágítható hely, aminek látszik, hogy van valami kisugárzása.
ez szerintem ilyen helyek tudnak egy koncerthez vagy egy színházi előadáshoz jó hangulatot adni. Én mindig olyan meglepetéssel veszem tudomásul azt, hogyha szerzőpárosról vagy alkotópárosról van szó, ti mindenképpen alkotópárosnak számítotok, mert hogyha én valamit csinálok, mondjuk egy filmet, akár dokumentumot, akár valami egyéb ilyen műsort, akkor mindig úgy vagyok, hogy magammal is nagyon nehezen jövök ki, tehát magammal is nehéz egyeztettem a dolgot, és akkor eszembe jut Ilf Petrov, meg stb. Ilyen szerzőpárosok, akikkel szoktunk viccelődni is, hogy ti mint így szerzőpáros, ti hogy próbáltátok meg segíteni, meg pörgetni egymást? Lili, mondd, te ne nézz oda most. Jó. Hát én alapvetően dramaturgként végeztem, tehát nekem végül is ez szakmám is, hogy az írási folyamatba támogatóként is részt tudjak venni. Bocsánat, hogy közbeszólok, egy dramaturgnak, annak türelmesebbnek kell lenni, meg hogy is mondjam, nagyobb toleranciával kell rendelkeznie, mint egy rendezőnek, mert hiszen egy rendező folyamatosan beleszól a dramaturg munkájába, folyamatosan pótkérései vannak, szóval nagyobb türelem kell, vagy ez nem szükséges? Szerintem kell, igen. Sok, de nem csak a rendezőkkel, hanem sok téren, de szerintem általában a színházi szakmában is azért nagy előny, ha van türelme az embernek, de a szerzőpárosként szerintem ezért tudtunk működni, mert eleve ezt a funkciót én ismerem, meg szeretem is, és amellett én is írok, külön is, és így a kettőt szerintem jól össze tudtuk egyeztetni. Na most akkor, amikor az ember az első darabját írja, ti nektek ez az első darabotok, ami így komolyabb helyszínen bemutatásra kerül, amennyire tudom. Tehát amikor az ember az első darabját írja, akkor ilyen, hát mondjuk így finoman, hogy PR szempontok is van, úgyhogy eszébe jutnak. Tehát, hogyha nem tudom, Kinizsi Páról írok darabot, vagy Mátyás királyról, vagy bármiről, a háborúról, akkor az már önmagában egy érthető dolog, hogy nem kockázatos-e, hogy ilyen nem tudom hol lévő, nem tudom kiknek az epizódjait állítom össze egy ilyen láncá. Tehát ez nem nehezebb így egy sikert aratni, mint másképp. Gyuri, hogyha akarod, mondjad, mert látom, hogy lenne. Nem, egyáltalán nem. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak erre válaszolni. Sejtem, de kíváncsi vagyok. Hát biztos nehezebb, gondolom. De ugye nekünk, vagy hát nekem ezzel elsősorban az volt a célom, hogy a saját művészi munkámnak és jövőképemnek adjak egy célt, tehát hogy én ki szerettem volna próbálni az írást, és bár egyébként ilyen tantermi előadást már írtam korábban, amiben a színészeket is bevontuk, tehát hogy tulajdonképpen nem egy az egyben én írtam be, hanem a színészek improvizáció is belekerültek, de az azért egy sokkal kisebb léptékű dolog volt, és engem ez most nagyon foglalkoztat, hogy a mai embereknek mai történeteket meséljünk, mint mondjuk egy filmben akár, ahol ez gyakran megtörténik, hogy készül egy forgatókönyv egy új filmhez, és engem ez a gondolat kezdett el foglalkoztatni, hogy én, mint alkotó, szeretnék a mai emberekről, hát mai témákon keresztül is beszélni, vagy a mai emberekhez. És hát, hogy ez egy eredeti mű legyen, tehát, hogy a te gondolataid legyenek benne, kezdettől fogva úgy, ahogy te akarod. Hát főleg az, hogy olyan témáról beszéljünk, ami engem érdekel, igen, de most nem az érdekel ebben, hogy én elmondjam a véleményemet a világról, hanem az, hogy problémákat vessünk fel, amik aktuálisak, és nyilván ezek megvannak klasszikusokban is, de mégis engem most ezt foglalkoztat, hogy nem tudom, neked, te, aki ott ülsz, milyen gondjaid lehetnek az életben, és ezt hogy lehet társadalmilag együtt valahogy feldolgozni, vagy megpróbálni feldolgozni. Hát majd utána mesélek, jó? Ha lehet, most nem akarok könnyekre fakasztani benneteket. Te ilyen nagy ügyekről gondolkozol, és felelősséget érzel társadalmi helyzetek miatt, holott ugye a fogd a pénzt és fuss elmélet is lehetne a tiéd, hogy valami nagyon-nagyon bulis dolgot megcsinálsz, és akkor dől a lé, ahogy mondani Igen. szokás. Kérdezzük meg a dramaturgasszonyt erről, hogy ő hogy látja. Szerintem most nem hagyom inni, de így áll elő. Nem, jó, így. Jó, volt, így. Igen.
Alapvetően nekem se ez az első darabom. Pont az egyetemen tanultakon keresztül mutattuk be tavaly a Hogyan írjunk Happy Endet, ami nekem a diploma munkám volt. De ezt csak a főiskolán mutattátok be, vagy külső helyszínen? Igen, igen, külső helyszínen, a Triphajón. Csak azt kicsit ez a Covid hullám elmosta, úgyhogy eddig kétszer milyen mutattuk be. Vizuális effekt, hogy igen, a Triphajó, amit elmosott a Covid, igen. De majd harmadszor is befogjuk talán. És én például ott nagyon sok visszacsatolást kaptam azzal kapcsolatban, hogy igenis fontos az, hogy az emberek olyan történetekkel találkozzanak, amik őket közvetlenül érintik. Az nagyon egy a mi generációnkról szóló történet, amiben szintén nincsenek ilyen nagy fordulatok, hatalmas cselekmény, mégis nagyon szerették, és szerintem mi is most is erre is törekedtünk, hogy azt, ami a mi generációnknak fontos, a mi generációnknak jelenti a magányosságot, azt is meg tudjuk mutatni, és úgy, hogy ez ne egy ilyen sötét, depresszív anyag legyen, hanem tényleg kijöjjön az a humora is, amiben élünk nap, mint nap, meg olyan helyzetek, amikre lehet, hogy rá se ismerünk, ha benne vagyunk. Egy kicsit fordítok a beszélgetés irányán a szabad, méghozzá a Lőrinci György úr felé, hogy a Gyurit, amikor megismertétek, akkor hogy láttátok az ő személyiségét, tehát mennyire kapott el az a lendület benneteket, amivel ő általában én szokott beszélni. Nem ilyen helyzetben, most éppen nekem dolgoznak, hogy most akkor ezek éljenvel. De hadd mondjanak egy mondat, lehet, hogy rosszat mondanak. Én nagyon örültem, hogy találkozunk az egyetemen, mert nagyon gyakorlatias volt az óra, az a képzés, amit csináltunk, és valahogy nagyon hasonlított a való életre. Vagy azt éreztem, hogy ez egy tényleg olyan találkozás, és olyanokról tanulunk, amiket használni fogok így az első pillanattól kezdve, és muszáj is megtanulnom. Ezt muszáj elmondanom, volt egy Facebook posztom is róla, ami utána, nem tudom, ki szabadott volna elmondani, amit a Jutka írt is rám Messengeren, hogy ezt most pontosan értette, hogy ugye én színházmenedzsmentet tanítottam, és ugye mi most egy olyan helyben vagyunk, hogy ők csinálnak egy produkciót, én meg kvázi egy befogadó hely vagyok. És akkor volt egy olyan óránk, most már nem is emlékszem, hogy ti egy év folyamba jártatok-e, nem külön, de hogy volt egy olyan óra, hogy miket kell tisztázni, hogy az ember ne kerüljön kellemetlen helyzetbe, hogyha elmegy egy helyre, hogy nem tudom én, milyen műszak áll a rendelkezésre, mennyi próbaidő, mi az, amit a befogadó fizet, mi az a produkció, mindegy. És hogy az a lényeg, hogy volt egy ilyen elképesztő élményem, hogy volt a Jutkával az első megbeszélésünk Szentendén, és utána másnap kaptam tőle egy e-mailt, amiben tak-tak-tak-tak föl volt sorolva, vagy abban maradtunk, hogy ti ezt fizetitek, mi ezt hozzuk, ez a érzé, nem tudom. És az egyik pontban azt mondtam, hogy most még 24 óra nem telt el, itt van mindjárt egy ilyen ultimátum lista, és összefoglalt, és a másik ezen, hogy milyen büszke vagyok, mert ebben valószínűleg én is benne vagyok, hiszen ezt tanítottam, és ilyen 5 percen belül egy ilyen kettős érzésem volt, hogy hú, de kemény ez a csaj, hogy így már egyből leírja nekem, de most nehogy már én legyek kiakadva, mert én próbáltam a fejükbe verni, hogy a későbbi kínos helyzetek elkerülése véget a partnerrel mennyire több, úgyhogy ez egy ilyen, ez nekem egy ilyen nagyon érdekes élmény volt, de én tényleg olyan szempontból kilógtam ott szánt szándékkal, mert én olyan szempontból nem vagyok egy tanártípus, hogy én erről a szakmáról, amit én csinálok, én nem tudok elvben beszélgetni. Tehát mi konkrét szerzői jogi kérdések, szerződéseket, konkrét költségvetéseket írtunk, vagy néztünk át, mert erről elvben nem nagyon. Van egy pici elméletem, hogy milyen szempontok szerint kell dolgokat megvizsgálni, de azért erről az egész színházmenedzsmentről azért gyakor elméletben nincs nagyon értelme beszélni. Tehát meg szerintem nem is elég amúgy ez a fél év, vagy nem tudom mennyit voltunk együtt, de hogy bőven szerintem egy-másfél év legalább kellene erre. Na, beszéljünk egy kicsit a háttér dolgokról, az életetek háttéréről, a családról is szeretném, hogyha beszélnénk 3-4 mondatot, de először arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye hát a Gyuri az egy nagy
rinocérosza ennek a szakmának, tehát ő azért az egyik legtöbbet utazó, legsikeresebb, legnagyobb költségvetésű színházak volt. Régen volt, ezek korszakok az ember életében. Igen, tehát hogy a hosszú időn keresztül, sőt előtte az operánál is nagyon fontos dolgod volt, hogy kerültél te Szentendrére végül is? Hát, mert először úgy tűnt, mintha elbúcsúztál volna az egésztől. Nem, én nekem soha nincsenek, én ezt mondtam, tehát én szerintem, hogyha most átfordulunk az életbölcsességekre, szerintem az egy nagyon nagy hiba, legyen az bármilyen szakma, vagy bármilyen pozíció, ha valaki azt hiszi, hogy bármi örökké tart. Tehát én ezt eléggé régen tudom, de szerintem te is tudnál erről mesélni, hogy periódusok vannak az ember életében, és van, amikor az jobban megy, másképp megy, nagyon. Nekem egy nagyon kemény 6-8 év van mögöttem, nagyon sok minden történt, jó és rossz is, azt gondolom, hogy mindenből kiúsztam, talán nem buktam bele a rám bízott helyenként óriási feladatokba, de én azt tudtam, hogy az operacinázi folytatásra nem is kaptam lehetőséget, érdekes módon elég hamar megbarátkoztam ebben a döntéssel, mert aztán jött a TAU eltörlése, meg a Covid, tehát nagyon nehéz időszak jött a színházra, de én azt soha nem mondtam, hogy én nem akarok színházat csinálni, én dolgozom rendezvényszervezőként is, meg kommunikációs szakemberként, és akkor úgy hozta az élet, hogy én nekem eleve nagyon erős a dunakanyari kötődésem, Lányfalun nőttem fel, és van a Szentendrei szigeten egy házunk, gyakorlatilag nem sokkal a Covid előtt téliesítettem, tehát kiköltöztem, sokat voltam ott, éppen kifutóba voltak projektjeim, és akkor a Vasvári Csaba, aki az elődöm volt, mondta, hogy ő semmiképp nem pályázza meg újra, de ez egy olyan jó hely, és hát találjuk ki, hogy kinek kéne megpályázni, és akkor mondtam, hogy gondolkozom, és őt leptem meg a legjobban, hogy, és másnap felhívtam, és mondtam, hogy én akkor lehet, hogy elindulnék, mert itt ugye lehet mindazt ötvözni, amit én korábban csináltam kicsibe, és hát azt se tagadom, és elmondtam egy pár interjúban, hogy én nagyon egyszerűen alkatilag nagyon rosszul viselem azt, ami a kulturális életben mozzajlik, tehát én nem, én tudok harcolni ügyekért, de más ellen nem tudok, tehát nem tudom ezt egyszerűen feldolgozni, nem tudok benne hasznos lenni, tehát én mindig inkább egy ilyen mediátor típus voltam, és úgy éreztem, hogy most adott a sors egy lehetőséget, hogy Szentendre azért egy kis hely, ott talán létre lehet hozni azokat a hidakat, amiket én szeretnék, és egy kicsit az igazi szakmámban tudom úgy dolgozni, hogy a kulturális, kulturpolitikai sajtó és egyéb nyomás nem nehezedik ilyen nehezen kezelhetően rám, és akkor megpályáztam, és mind a minisztérium, mind a város bizalmából ezt a fesztivál igazgatói pozíciót megszereztem, és most igazából az elmúlt hetek azt igazolják, hogy ebben megfogom. Hát, hogy meg fogom tálni benne az örömmemet. Szerintem sikeres is lesz, de sikeres akkor tud lenni, ha az ember a szívét, lelkét, meg az egyéniségét odarakja, az is kell hozzá. Rengeteg művész él például Szentendrén, Falusi Mariantól, Péter Katáig, és Sárik Pétertől, és a Szentendrei szigeten, Molnár Levente, Mester Viké, sorolhatnám, és én őket mind megszólítottam, de például az előbb kérdezted, hogy, vagy mondtad, hogy akkor hogy lehet engem szólítani, hogy erről van egy kicsit beképzelt anekdótam, ez a Lőrinci Gyuriság, hogy de ez picit ide tartozik, hogy ugye sokan kérdezték, hogy nem lesz ez a Szentendre nekem kicsi. Hát mondom, miért lenne kicsi? Ugyanezt csinálok, most a Miklós Erikával meg a Balázs Jancsival volt koncertünk, most itt ülök a lányokkal, Mácsai Palitól az operáig mindent csinálunk. Hát ez kicsit, engem soha nem szólítottak főigazgató úrnak vagy alelnök úrnak, engem mindig Lőrinci Gyurinak szólítottak a szakmában. Tehát én egy picit azt gondolom, hogy a Lőrinci Gyuriság, ami talán jelent valamit a szakmában, az ott van, ahol én vagyok, és ez tök mindegy, hogy egy kis fesztivál, vagy egy milliárdos intézmény, azt a mentalitást, amit én gondolok a kultúráról, azt ott próbálom megvalósítani, ahol erre lehetőséget kapok. Én úgy érzem, hogy most megint a régi fényében fog ragyogni ez a Szentendrei teátrum, nyár
tényleg ez csak nyáron lesz, vagy ez télen is? Nem, lesz? Elvileg most a Malomba lesz egy 100 fős alter kis játszóhelyünk, tehát egy milyen variálható tér. Proszek 100 Zoltán, fő az a közönséget jelenti. Igen, tehát Proszek Zoltán, aki a Ferenci Múzeum igazgatója, nagyon támogatja az elképzeléseimet, és hát ott van, bár eléggé lepukkant állapotban ugye a művelődési ház, de például ősszel tervezünk egy Dunakanyar bemutatót, amit a Szamos Cukrászdának a Klim termébe akarunk megvalósítani. Ugye az én gyermekeim... gyerekes családapa vagy. Igen, az én gyermekeim, a nagyfiam Olaszországba él, egyáltalán nem szakmabeli, a lányom viszont Almási Tamás dokumentumfilm rendező osztályban most fejezte be az első évet, ami nem volt egy könnyű év. Ugye édesanyja jelmeztervező, tehát ő egyet tudott, hogy színházba biztos, hogy nem akar dolgozni, hát egészen a filmig el bírt menekülni, úgyhogy ő ezt csinálja. Te és a kedves feleséged az az, hogy te ebben a szakmában ilyen kemény dolgokat csináltál, tehát nagy küzdelmeid voltak, nagy csatáid, ezt ő hogy szemlélte és hogy tűrte? Hát ez azért az egész családnak nem volt könnyű, bár azt is kell tudni, hogy mi bár szinte jobb barátságban vagyunk, mint amikor egyháztartásban éltünk, de 9 éve nem élünk együtt, bár nagyon szoros kapcsolatban és napi kapcsolatban is együtt is dolgozunk, de azért a gyerekeimnek meg az egész családnak, tehát az operacináznak az a periódusa, meg rajtam ez a nagyon erős sajtó és mindenféle figyelem, az mondjuk mindenkinek a környezetembe erőt próbálott volt. Most ők is úgy érzik, hogy jól vagyok, és ezzel a kis hajóval átmegyek Szentendérre, ezzel jól el vagyok. Na, a hátterekről, hogyha beszélünk, akkor a hölgyek is legyetek olyan kedvesek mondani valamit, hogy vőlegényileg gyermek ilyeneket, az még ez nem PC, Péter, ilyeneket él tévéadásba kérdezni, hát ezért iszonyú támadásokat fogsz kapni, nem? Ez nem trendi ilyesmiket kérdezni. Hát hogy ne lenne trendi az, hogy én megkérdezem azt, hogy az ő életük, a mindennapi érdeklődésüket befolyásolja az, hogy hova mennek haza, kihez mennek haza? Kezd, Jutka. Hát az én barátom nem él Magyarországon. Uh-huh. Úgyhogy ez egy most elég nagy dilemma az életemben, hogy már egy ideje tart ez a dolog, és hogy... Azt el lehet árulni, hogy hol él? Németországban él. Hát akkor azért az... Nem beszélek németül. Uh-huh. És hát igen, tehát nyilván ez egy olyan... Ez egy próbatétel. Hát igen, és... Nem tudom, ilyen érdekes, hogy a darabban ilyen távkapcsolat nincs, csak olyan anya-gyerek viszonyban, de szerelembe ezt nem írtad bele, vagy nem írtátok nem. bele. Az egyik szereplő neve majdnem az ő neve lett, de aztán végül az sem. De egyébként megmondom őszintén, hogy a Gyuri jobb riporter, mint én, csak itt kell ülni valakinek hivatalból, mert ő csinált ilyen műsorokat, amiket én nagyon szerettem, szóval, és tehát jártam oda a közönség soraiba, és néztem őt, és nagyon jó, és kicsit irigykedtem is rá, és akkor most te jössz, Lili. Nálunk a családi háttérben nincs senki, aki színházzal foglalkozik, úgyhogy én voltam az első. Hát nekem egy friss párkapcsolatom van, és ő szakmabeli, és Magyarországon is él, de és a szüleid hogy vették, hogy ilyen színházi művész világban? Ja, te bocsánat, akkor már Péter feladta a labdát, akkor elveszem a kenyered. Hát Hát a matematika tagozat alatt volt egy pont, amikor én ezt kitaláltam magamnak, akkor egy körünk volt azzal, hogy majd meggondolom, de azóta nagyon büszkék, meglátják, hogy szerencsére jól boldogulok, sok munkám van. Én egy évet szabadúztam, miután végeztem az egyetemen, és utána visszaszerződtem a Víg Színházhoz. Az egy nagyon rangos dolog azért, azt ismerjük el ebben a szakmában, ugye? Így van. És hát mindig izgalmas részt venni egy új igazgató mellett egy alakuló munkában, tehát azért ez mindig az egyik legizgalmasabb része. Ti is kérdezzetek tőle valamit. Tudod, mindaz, amit a Szigeten kérdeztem volna, van egy ilyen novella. Na, kérdezzetek valamit. Amitől zavarba jön olyat, valamit kérdezzetek.
Azt mondjátok meg, tőlem azért olyat kérdezni, amiből zavarba jövök, azt szerintem. Azt mondjátok meg nekem, hogy én nekem is volt szerencsém egy-két ilyen csoportot, én más jellegű dolgokat tanítottam ilyen főiskolán meg egyetemen, és mindig mondták, hogy a lányok azok ilyen rajongósak, meg egyebek. Én velem ez nem fordult elő, viszont arra kíváncsi vagyok, mert ugye hosszabb ideig, és egy olyan kedves stílusa van, hogy mennyire a személyiségét tehát mennyire szeretnétek. Darabot meg. Fognak a lányok ebből jövőre írni, én attól félek, Péter, amit itt lassan kikettenített. Ez az, amit tanuljatok meg, hogy mondtam ugye, hogy ő nem kiabál, de itt így lebont engem. De most egy szőnyeg alatt vagyok már rég, és azon gondolkodom, hogy csináljuk, hogy ti kérdezzetek tőle, hogy ő kérdezze tőletek, hogy itt ez a dolog menjen. És a darabról még azért a szereplőket magukat, tehát a szerepeket sem igazán mondtuk el, meg a szereplőket, úgyhogy ez most azért fontos lenne, hogyha... Igen. Ez ebben a darabban a Hajduk Károly, Nyakó Juli, Dékány Barnabás, Lelkes Botond és Jenei Luca játszanak, valamint megjelenik a darabban videón Milovics Hanna is, és van egy gyerekszereplőnk is. Uh-huh. Ez a Nyakó Juli, ez az a Nyakó Juli. Hát nem hiszem, hogy kettő van. Hát vagy... lehet, hogy az ott van egy 20 éves Nyakó Juli. Nem. Azért ez egy nagyon érdekes választás. Hogy? Hát, tehát ebben a darabban három... Csodálatos életszínésznő, akivel igen. Szerintem mindig nyitott a fiatalok felé, és minden kísérleti projektbe szívesen. Igen, és három 20 éves főszereplőnk van, és szerettük volna, hogy ne csak a mi generációnk jelenjen meg a darabban, és akkor így került bele a Hajduk és a Nyakó Juli. És mind a ketten nagyon-nagyon nyitottak voltak az első perctől kezdve, tehát mindig öröm ilyen tapasztaltabb színészekkel dolgozni, mert rengeteget lehet tőlük tanulni. Most nem akarom kicsikarni belőletek az ígéretet, de azért gondoljátok át, hogyha a legközelebbi darabotokban lesz egy szörnyű pasas, ilyen őszesegű szörnyű pasas, akkor azért lehet, hogy szóljatok, jó? Na és akkor neked a szereposztással kapcsolatban mi a meglátásod? Elégedett vagy a csapattal? Én nagyon elégedett voltam, és például én Julival dolgoztam is korábban, és Jutkával végül is mindenkit végigbeszéltünk menet közben. És úgy gondoltuk, tehát, hogy fontosnak tartottuk, hogy más-más karakterek legyenek, életkorilag is, de hogy tényleg karakterbe is, de hogy mindaz ötten, akik konkrétan jelen vannak, tényleg nagyon erős jelenléttel bíró színvész. Igen, és ezek elég evidensek voltak, amikor írtuk a darabot, szinte rájuk írtuk, tehát, hogy... Kitaláltuk, hogy nagyjából mi lesz a történetnek a váza, és rögtön bennük gondolkodtunk, és rögtön fel is kértük őket, és tényleg mindenki elsőre. Előbb volt meg kicsit a szereposztás, mint a dialógusok? Tehát a dialógusokat, abszolút. Meg a monológokat már úgy írtátok, hogy láttátok magatok igen. előtt a színészeket? Hát ez igen. Egyébként a színészeknek mindig nagy vágya, nem Lili, hogy rájuk írjanak darabot? Igen, én is ezt gondolom, de amúgy írni is sokkal jobb úgy, hogyha tudja az ember, hogy kire, meg hogyha ismeri és tudja, hogy mi áll jól neki. Csak annyit akarok érezni, mert mint dramaturg meg rendező, hogy észlelni lehet rajtam azt, hogy próbálok észrevétlen lenni? Szóval, hogy nem, mert tényleg a Gyuri olyan jókat kérdez, azt fogja gondolni, hogy nem értjük, hogy az a pas a zakót is felvett, meg is félsülködött, hogy mi a fenének volt ott ebben a műsorban. Én mindig azt gondolom, pláne, hogy itt majdnem egy órája itt ülünk, hogy akkor van esélyünk esetleg, hogy a nézők érdeklődését fenntartjuk, ha meglepőek vagyunk. Tehát én azt gondolom, én hogy pláne a mai leszel. Világban, hogy te is ezért provokálsz engem, és ha te provokálsz engem, akkor én is provokálok téged, és a hölgyek meg csak kapkodják a fejüket. De nem, az a baj, hogy nekem mindig mindenről eszembe jut valami, és azt viszont sajnos nincs bennem az a gátlás, hogy ne kérdezzem meg.
De ez nagyon érdekes egyébként, hogy ugye egy ilyen pozícióban, amiben te vagy, lehet úgy is viselkedni, hogy három más emberhez oda mennek a lányok például, már bocs, hogy ezt mondom, a problémáikkal. Arra kíváncsi vagyok, hogyha valami, bármi van, akkor te neked nyitott-e az ajtót. De én nem gondolom ezt az egész pozíciót olyan fontos dolognak. Tehát ezt de próbáltam részt veszel a napi munkám, akkor hagyjuk a pozíciónak a fontosságát, akkor kíváncsi vagyok egyszerűen. Nem biztos, tehát én az igazság, hogy én azzal azért folyamatosan szembesülök, ahogy most itt megtisztelően mondod, hogy tényleg sok olyan visszajelzés van, hogy tőlem hogy tartanak, vagy bizonyos emberek engem hova pozícionálnak, és nyilván meg kell érteni, mert ez a kor is olyan, hogy az ember 54 évesen azt gondolja, hogy ő nem öreg, és 20 évesen meg már egy 50 éves baromi öreg volt, és ezt nem érti az ember, hogy tehát én nem látom magamat félelmetesnek, vagy én oda mernék magamhoz bármilyen kérdéssel jönni, de ha azért kicsit kritikusabban nézem kívülről magamat, akkor néha azt is értem, hogy miért nem. Egy kicsit sok mindennel foglalkozom, és akkor néha tudok ilyen határozottabban elvágni dolgokat, mert különben nincs semminek vége, mert pont egy másik témában a Lilivel itt beszélgettünk kint, hogyha az ember ennyi mindent csinál, meg ennyi mindenben van benne, akkor nagyon fontos, hogy megbízhatóan odaérjen a segítségbe, és ehhez néha sajnos azt is kell tudni mondani, hogy most ezzel nincs időm foglalkozni, most ez nem érdekel, mert ha az ember mindenbe mindig bemegy, akkor a fontos dolgokba meg nem ér oda, és az néha jó fejségnek tűnik, hogy az ember minden problémát magára vesz, csak aztán éppen akkor pont a lényegbe elúszik az öregségnek, meg a tapasztalatnak, tehát az egyetlen jó dolga, hogy az ember már tud szelektálni az igazi problémák között, meg a nem annyira fontos problémák között. Fiatalon az ember ezt nem tudja, azt hiszi, hogy most ettől a kis problémától össze fog dőlni a világ, és cinikusan idősebben meg az ember már tudja, hogy attól nem. Arra kell vigyázni, hogy ne jusson el oda, hogy már semmit nem lát problémának, mert az nem tudom, ez világos, amit akarok mondani, mert ez az öregségnek egy másik reális veszélye, de megtalálni azt az arányt, és azt lehet, hogy néha időhiányában az ember nem tudja olyan jól elmondani, hanem így röviden le kell csavarni. A kollégáim szokták mondani, van egy ilyen mondásom, én nagyon imádok csapatba dolgozni, és akkor néha, amikor fölhívnak valamivel, akkor van az a válaszom, hogy nem éri el az inger küszöbömet. Ez azt jelenti, hogy ők eldönthetik úgy, ahogy szeretnék, és ez az ő dolog. Tehát van, amikor lehet, hogy azért tűnök félelmetesnek, mert valaki egy olyan dologgal jön, ami nem éri el az inger küszöbömet, mert tudom, hogy arra az nem jó az egész nagy ügynek, ha arra én időt fecsérelek, és akkor lehet, ezt nincs időm elmagyarázni, de én próbálok ebbe nyitott lenni, meg pláne hát egy ilyen kisebb, tehát most pont kiszámoltam, hogy az egész Szentendrei Teátrumnak az egész éves közreműködői, az nyári évadnak a közreműködői, az a nagy híres német Szépség és a Szörnyetek turném, amiből 500 előadást nyomtunk Németországban, annak a közreműködőinek a fele. Tehát ugye 70-en közreműködnek körülbelül művészek most a Szentendrei Teátrumban az egész nyár folyamán, és ott meg 140-es volt az utazó létszám, vagy csak 160-an mentünk 3 hónapra Japánba, tehát azért ez nyilván óhatatlanul ez az operatív probléma. Igen. Na most azt áruld el nekem így a vége felé a műsornak, hogyha egy pár hónap múlva találkoznánk, akár most a nyári szezon végén, akkor milyen leltárral lennél elégedett? Én ilyen szempontból a színház tekintetében konzervatív vagyok, tehát akármennyire is sokszor mondjuk egy új dolog, vagy egy alternatív előadás esetében, hogy a fokmérő egy kritika, vagy hogy kijött 3 nagyon fontos ember a szakmából, és azt mondta, hogy marha jó volt. Én azért mégiscsak a jegyeladást szeretem. Szóval én azt gondolom, hogy én akkor leszek elégedett, hogyha nem csak a sztár előadások, tehát hogyha az átlag néző figyelmét, és ezért is köszönjük a lehetőséget, és hívtam Lilit és Juditot a műsorodba vendégül magam mellé, mert én például nekem ez egy fontos dolog, hogy a következő hetekben meggyőzzem a közönséget és a szentendrei közönséget, hogy
teljesen természetes, hogy kíváncsiak Molnár Piroskára és Jordán Tamásra a kései találkozásba, és biztos egy óriási nagy élmény lesz, de hogy vegyék azt a nyitottságot és bátorságot, hogy egy ilyen izgalmas új darabra megveszik a jegyet, és beülnek valami olyanra, ami nem a műsorfüzetből nem elsőre ugrik ki, hogy ezt mindenképpen képpen látni kell. Hát most nem dőlök hanyat, vagy nem borulok be az asztal alá, de ezen meglepődtem ezen a válaszon, hogy azt mondtad, hogy voltak éppen azt szeretnéd, hogyha a jegyeladás jól működne. Hát az ember ezt a nézőknek csinálja, könyörgöm, ne csináljunk már úgy, mint hogyha a színház nem arról szólna, hogy nézők beülnek, és azok élvezik az előadást. Hát most... Hát meg nem csak ez szerintem, tehát nekünk is ez egy félelmünk, hogy bemutatjuk a darabot, és szeretnénk nyilván játszani tovább. Tehát, hogy kellenek a nézők. És hát a Szentendrei Teátrumnak önmagában egyébként meggyőződésem, hogy van egy olyan fajta presztízse már, és ez biztos, hogy még erősödik majd a jövőben, ami azért bizalmat teremt. Igen, meg kell próbálni, nézőben. Tehát hogyha az embernek egyébként színházigazgatóra meggyőződésem, és bocsánat, Jutka, de sokszor még rendezőre sem vesznek jegyet, ugye színészre vesznek jegyet, meg címre vesznek jegyet, ilyen szempontból ti egy handicapes, mert nem a Sweet Charity-t, vagy a Hotel Mentolt mutatjuk be, vagy a nem tudom, Ványa bácsit, de ebben is kell próbálkozni, de a színházigazgatónak mondjuk annyiból van szerepe, vagy egy színházi műhelynek, aminek most nyilván az elején tartunk, de azért a Vasvári Csaba ebben nagyon nagy munkát tett az elmúlt években, hogy mondjuk a néző elhiggye, hogyha mi a teátrumba odahozunk egy új darabot, az egy olyan színvonalat fog képviselni, amit neki érdemes megpróbálni. Tehát ilyen szempontból a műhelyeknek van jelentősége. Nyilván, hogy mindannyiunk nagy példaképét mondjunk, a Katona akármilyen bemutat, de hát ez egy több évtizedes munka, akkor pontosan tudják, hogy az minimum érdekes és megtekintésre néző lesz. Ha ezt el tudjuk érni a teátrumba, hogy elhiggyék, hogy a program olyan, amiben az újdonságokat is érdemes megnézni, a nézőkön kívül akkor boldog leszek. Na most akkor befejezésként azt kérem, hogy mondjátok el akkor a bemutató időpontját, hogy hol és mikor érhetjük el ezt a darabot. Igen, hát remélem, hogy jól mondom, hogy augusztus 13-a lesz. Tehát a címe? A Csendetűdöknek. Csendetűdök. Igen, és a bemutató a Szentendrei Művészetmalom udvara, és augusztus 13-án és 14-én is meg lehet majd nézni. Hát én nagyon remélem, hogy tele lesz a... És ezután, az egy óra után neked mindenképp ott kell lenni, tehát várunk szeretettel a bemutatót. Nagyon kedves vagy, én drukkolok nektek, és én azt hiszem, hogy ez egy óriási vállalkozás mindig, amikor friss szerzőket, új embereket indítanak útjára, és hát akkor nektek ez különösen fontos, hogy ezt elérjék a nézők. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Külön köszönet Lőrinci Gyurinak, hogy itt voltál, és hogy ilyen csodálatos, kedves beszélgető társakat hoztál ide, és tényleg nagyon bízom abban, hogy nagy sikeretek lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük. És megköszönöm a kedves nézők figyelmét is, ennyi volt mára a Párosan szép. Hát akkor, akinek van kedve, az azért próbálja meg legalábbis megtudni, hogy mi minden megy majd a Szentendrei Teátrum műsorán idén-nyáron, és én szerintem egy-egy estére érdemes oda ellátogatni. Viszontlátásra!